És akkor nem maradunk megnyitatlanul. Nem kell a számítógép felé lőni, hanem oda is lőni. Jó, előre várhat. Tessék, itt van. Na most a mai táncrendünkről azt kell tudni, hogy két előadásunk marad el. A délelőtt elmaradtságunk is egészségügyi okoknál fogva nem fog tudni jönni. A délután pedig legalábbis már bejelentette a Dányi János, hogy ő elmarad. Ugye nekem az lenne akkor a javaslatom, hogy hát annak függvényében, hogy mikor tudunk nyilván kezdeni, annak függvényében Kosérikó után tartsunk egy pici szünetet, és akkor értelemszerűen folytassuk, és akkor halló? Aha, jó, oké, akkor most jó, rektor elnézést kér, akkor most megnyitatlanul maradunk. Annyit mondanék összesen, hogy ez egy konferencia sorozat. Már voltatok többen ennek az elemein. Ugye arról szól ez a történet, hogy van egy Interpó SSH nevű nemzetközi együttműködés, a társadalmi és humántudományok fejlesztése, jövője, stb. Érdekében című európai kutatás, amit a Gurdjieff Intézetnek a volt igazgatója, a Zsizel Shapiro pályázott meg és nyert meg. És hát ennek a magyar lába az Karádi Viktor és én. Hát jogi értelemben voltunk, mert ez a pályázat tavaly befejeződött, de hát ahogy ezeknél az európai pályázatoknál szokott lenni nyilván a, hogy kell ezt mondani, a diszemináció. Ugye Európában ugye nem publikálunk és nem tartunk előadásokat, hanem diszeminálunk. Tehát a diszemináció az ugye elfúzódik évekig, és hát alapvetően azt találtuk ki, hogy egyrészt mindenféle ilyen-olyan-amolyan objektív adatbázisok, meg kevésbé objektív tanulmányok jelentik tudományáganként a mi hozzájárulásunkat, plusz az, hogy maga az élő diskurzus legyen a dolog, tehát ami az egyes tudományágaknak, az egyes tanulmányozott tudományágaknak az élő diskurzusa, és hát ebben az ügyben tudományáganként három konferenciát szervezünk, ami együtt összesen nem annyira kevés, tehát ez ilyen 30 körül van a három év alatt a konferenciák száma. Az elsőnek az volt a témája, hogy az adott tudományák, jelen esetben a szociológia története 1990 előtt, aztán van a jelenlegi, aminek az a tárgya, hogy az ezredfordulón, tehát retrospektív ez a, tehát tulajdonképpen az azóta eltelt évtizedek nagyobb áttekintésben, és hát lesz egy harmadik dolog, ami a következő hát tanévben kerül sorra, aminek az lesz a témája, hogy szociológiai témaválasztások a 21. században, aminek óvatatlanul lesz egyfajta generációs jellege,
hát ifjabb titánokat szeretném felkérni, akik a már a 21. században választottak egyáltalán témát. Tehát azok nyilván egy másfajta küzdelem, vagy másfajta erőtér és éppen ezért tőlük nem is annyira hát ilyen elemző áttekintéseket fogok kérni ebben a következő körben, hanem annak a motivációrendszernek a felmutatását, hogy érkezik meg ma egy hát fiatal, mármint hogy nálunk fiatalabb szociológus a témájához, és ugyanez lesz a többi tudományágakra is, tehát a filozófiára, néprajzra, stb. Tehát ez lesz a, hát kvázi a harmadik kör, és hát akkor ezzel talán befejezzük ezt az áttekintést egy időre. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, és akkor én azt gondolom, hogy további bevezető szavak nélkül jelzem, hogy mint mindig